Tóth Nimród. Nimród, engem nyugodtan szólíts mesternek, Nimród, jó? Nimród, ne mondod, hogy vissza, Nimród! Nimród, jöjj csak ide, Nimród! Nimród, figyelj, és mindezt a feladatod, annyira nagy válasz magad mellé, bátor, kerekedőd, akivel te fogsz bűvészkedni, mert nem én fogok, hanem te fogsz bűvészkedni, képzeltem. Kalányos Richard művész nevén Richard Davidson 18 éves. Egy bűvészdobozzal kezdődött minden, amit a fiú 6 évvel ezelőtt kapott. A nehéz körülmények között élő Richinek ez jelentette az egyetlen kitörési lehetőséget. Hit abban, hogy csak felfelé vezet az út, és ez adott neki erőt. És ezeket a mutatványokat elvittem a suliban, megmutattam az osztálytársaknak, tanároknak, tanárnőknek, a szomszéd Mariskának és mindenkinek, és azt vettem észre, hogy nem hétköznapi dolgot tudok mutatni. Tehát mintha egy ilyen csoda történne, és lényegében ez inspirál a mai napig, hogy egy kicsit varázslatot csempészni a szürke hétköznapokban. Richie hisz az álmokban, és meg is tesz mindent azért, hogy az álmai teljesüljenek. Számára a legnagyobb öröm, ha mosolyt csal az emberek arcára. Mert manapság annyira monoton, mennek előre az emberek, mennek előre, és nem figyelnek semmire, és el van a foglalva saját magukkal, el van a foglalva saját gondjaikkal, és ha mondjuk arra fél órára, órára, vagy akár egy 5 percig mutatok egy mutatványt, kikapcsolnak, és nem figyelnek arra, hogy velük mi lesz például, hanem élnek annak a pillanatnyi örömnek, és tényleg nem gondolnak arra, hogy nekik van-e pénzük is, hogy mit fognak ma enni, vagy stb. Fizeték a számlát, hanem élnek annak a pillanatnyi örömnek, és tényleg nem gondolnak arra, hogy mi van velük, és csak önfeledten szórakoznak. A bűvészkedés mellett Richie az emberekkel is elkezdett foglalkozni. Tesó, avagy a Tudatos Változás című előadásával már a pécsi Éltesegymi tanulói szívébe is belopta magát. Most egy önálló előadói estet tervez, és egy zenés bűvész előadáson gondolkodik. A hétvégi fellépése bevételét a Misina Természet és Állatvédő Egyesület javára ajánlotta fel.